Komolynak mondható fogadhajtó versenyt immáron 20 éve nem rendeztek Szekszárdon. A Szekszárd Lovasbarátok Egyesülete gondolt egy merészet, és a Polákutyi sporttelepen összehozta a C és a D kategória hajtóit. Teljes sikerrel, mert a sportág hátországa bizony szép számmal megjelent, egyes kettes fogadban és a póniknál megrendezett versenyen 38-an elindultak. Valahol a D és a C kategória arra hivatott, hogy utánpótlást neveljen a B kategóriának, majd később pedig a nemzetközi A kategóriának. Ezzel próbálunk segíteni, kedvet adni a fiatalabb korosztálynak. A megyében korábban is több helyen Szakályban, pontosabban Regőben, Tolnán, Szedrésben is voltak ilyen versenyek, és Szekszárd ebből kimaradt. És én azt gondolom, hogy a testületünk rögtön támogatólag átemeli az ügy mellé. Korán beadták a támogatási kérelmet, egy kicsit húzódott, mire végre megoldódott a dolog, de nagyon örülök, hogy mindenki a képviselőtársok közül az ügy mellé állt. Szép kocsikkal, lipicaiakkal, holland versenylovakkal, elvétve kisbériekkel teljesítették a versenypályát az ömében kezdők és amatőrök. Nekem ez nyugodtabb verseny volt, mert nekünk ez nem pontszerző most. Ez Tolna megyének volt pontszerző, ők többet idegeskedtek, mint én, mert nekem annyi volt, hogy az első helyet megnyerjem, én ezért nem kapok ilyen országos pontgyűjtő pontot. Szeretne a rendező egyesület hagyományt teremteni ebből a versenyből Szekszárdon, és azt is elérni, hogy a mostani szekszárdi kezdő hajtók megmaradjanak, sőt fejlődjenek ebben a sportágban.